Nem vagyok elvtárs. Ha az lettem volna, akkor is szerettem volna. Jó napot kívánok! Szeretnék a Banánt elvtársok előadásra jöttek, ugye? Igen. És azt szeretném kérdezni, hogy 89 előtt ugye a Banánnal milyen volt a viszony, hogy Banánnal sok banánt tettek? Nem volt semmi viszony. Na hát akkor ilyen emlékként én fogok adni egy banánt. Elnézést kérek, szeretik-e a banánt elvtársra? Gondolom, pont erről beszélgettek. Pont ezt adtam. Megkérdezném, hogy 89 előtt milyen viszonyunk volt a banához? Hozzáfértünk zölden. Hozzáfértünk zölden. Vártuk a szekrényt el, hogy beérjen. És a kiváltságosabb között érezhettük magunkat, hogy zölden hozzáfértünk. 89 előtt mi volt a viszonyod a banánnal? Kicsi volt, zöld volt, és a csempekája tetején érette. Én adok is neked egyet, és akkor gyere, kocincsál velem, mint ahogy a banánokkal. Egészségedre. Aztán gyerekszobát ki kellett választani, mert a bágyándia éjszaka is meg akart ölni. A 60. nem, a 48. kötetében a másik volt a 60. a kampai elindulás. A 48. kötetében ott van egy rövid életrajza. Nagyon nem volt olyan érdekes, ami nekünk is felkeltette volna a figyelmünket, de... Na, túl Csángóéknál jól felrúgtuk a port, úgyhogy Mácsafejről egy kicsit lekéstem, de azért reméljük, hogy még elkapjuk, közben el ne üssenek. Amúgy a Mácsafejről azt kell tudni, hogy nagyon jó fejek, de megpróbálom ezt valahogy elmondani a következő mondatot. A Mácsafej együttesnek a neve az együttes tagjainak a kezdőbetűiből áll össze, de azért vannak jó nevek, például Márk Attila, vagy Ferenc Csaba, Ségerc Feri, vagy Ferenc Áron, aki egyébként egy kurva jó dobos. Ezt ne felejtsük el. Na, lássuk, mit kapunk itt, mit találunk. Megnézzük ezeket a mácsa-mácsa fejeket. Jó fejeket. Hogy azok az együttesek, amelyek nem hivatásszerűen, tehát úgynevezett profi módon működnek, nagyon nehezen jutnak pénzhez, egyáltalán lehetőséghez, hogy lemezt adjanak ki. Nekünk ez egy lemezzel sikerült, hát neki kell fogni ismét pénzt gyűjteni ahhoz, hogy a lemezkiadás megtörténjen. Nem is annyira a felvétel, tehát maga a stúdiófelvétel, hiszen az elsősorban munka, hanem maga a lemezkiadása a költségesen.
Hát ez lett volna vasárnap. Holnaptól suli van, úgyhogy a bulit hanyagoljuk, egy kicsit takaréklángon hagyjuk. Viszont 3 nap múlva, gyerekek, itt kitör a vulkán. Itt a banzáj kicsap. Olyan buli lesz, hogy a cipők fenn lesznek a plafonon. Viszont holnap, azért ne felejtsétek el, hogy holnap is lesz egy-két jó dolog. Például a Pink Floyd Tribute Bandnek a koncertje, ugyanis átmennek a Hold túlsó felére a Dark Side of the Moon című produkciójukkal, és hitted volna, nem hitted volna, megérkezik holnap hozzánk Hernádi és Kern András a Hitted Volna című produkciójukkal. Gyerekek, vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk.